Sziasztok, Könkel vagyok. Ez pedig a Mindenemű Családi Ház vlog adása. Ahogy az a témakör bevezető videójában elhangzott, az új építésű ház vásárlásánál különböző készültségi foknál van lehetőségünk tulajdonosi jelöltként az ingatlant megtekinteni. Ebben a videóban a kész állapotot vesézem ki, a félkész és a terve létező állapotokról külön videót találsz. A kész állapot sem egyértelműen definiálható, itt is vannak különböző fokozatok. Azonnal költözhető, kulcsra kész épület. Ennél a verziónál a helyzet eléggé egyértelmű. Gyakorlatilag lámpatesteket kell felszerelni, és azonnal költözhető az épület, maximum kertrendezési vagy kerítés gépkocsi beálló munkálatok vannak hátra. Második, amikor a befejező munkálatok hiányoznak. Itt jellemzően a burkolás, szaniterek, villamossági szerelvények és a végső festés hiányzik. Ezekkel a vállalkozók szeretnek kivárni, mivel így egyedi ízlésre lehet formálni az épület belsejét. Ritka esetben van lehetőség még a válaszfalak mozgatására, de itt azért már komoly költségekkel kell számolni, mivel sok esetben például a gépészet rendkívül megnehezíti ezeket a változtatásokat. Burkolás és a festés pár hét alatt megvan, de a sorrendiség miatt a beltéri ajtó beépítése például legvégén esedékes. Manapság egy jó beltéri ajtó gyártása 6-8 hét, tehát itt azért van mire várakozni a beköltözés előtt. Tegyük fel, hogy elkészült az épület. Kifizeted, viszed a bútorokat, és elhelyezed benne a feneked. Azzal a tudattal, hogy van jó pár éved, amíg a vállalkozót garanciális kötelezettségek terhelik. Ha elromlik valami, hívod a vállalkozót. Ha nem megy a fűtés megfelelően, hívod a vállalkozót. Ha folyik a víz az ablakon belülről, hívod a vállalkozót. Ha elkezd penészedni bárhol az épület, hívod a vállalkozót. Ha beázik az épület, hívod a vállalkozót. Ha elmegy az áram, hívod a vállalkozót. Sok a fűtési számla? Hívod a vállalkozót. Lassan aztán anyád helyére a vállalkozót teszed a gyors tárcsázásban, aki viszont egyre ritkábban lesz elérhető számodra. Természetesen nem evidensek a fenti dolgok, és a vállalkozók védelmében azt is el kell mondani, hogy a vásárlók között is akadnak szélsőséges esetek, akik egy pókhálót is életveszélyes repedésnek ítélnek, és azonnal statikusért ordítanak. Tapasztalat azt mutatja, hogy ők vannak kisebbségben, a vállalkozók trehánsága esetenként hozzá nem értése adja a legtöbb okot a panaszra. Ilyen épületnél te laikusként csak a küllemet látod, maximum a tervrajz alapján a helységek méreteit tudod leellenőrizni. Modern műszerekkel és építőipari tapasztalattal felvértezve én azért többet látok. Látom a hőhidakat, látom a padló hőszigetelés vastagságát, látom a fűtési rendszert, a tető födém hőszigetelését, az általános kivitelezési minőséget, a felhasznált anyagokat. Természetesen előttem is rejtve maradnak dolgok, de sokkal kevesebb, mint azt a vállalkozó gondolná. Minél korábbi készültségi állapotban látja valaki hozzáértő a házat, annál több dolog javítatását lehet kérni, illetve lehet tisztázni a későbbi hibaforrások okait. Nézzünk pár példát az elmúlt évek terméseiből. Tipikus példa, amikor a külső falon lévő hőszigetelés és a födémen lévő hőszigetelés nem ér össze, emiatt a koszorú gyönyörűen pirít a hőfényképen, a hideg idő beköszöntével garantált penészedést okozva a fal mennyezet találkozásnál. De ilyen lehet például az ablakoknál a külső párkány vizóráról, nedvesség nem tud lecsepegni, egyszerűen túl közel van, végig folyik a homlokzaton, elszínezve a gyönyörű nemes vakolatot. A padlóban lévő hőszigetelés kevesebb, mint ami a terveken szerepel, vagy ami a minimum előírás. Vagy például a fűtési rendszer kialakítása nem megfelelő, radiátoros padlófűtés rendszere nincs szétválasztva. Vagy például a tetőnél nincs megfelelő számú szellőzőcserép, sok helyen a cseppentőlemez is kimarad. Sokan kérdezitek tőlem, hogy mire figyeljetek, amikor mentek egy ilyen házat nézni. Nézzetek körül, a szomszédok, a zajok számítanak, mennyire élhető az épület, maga az egész lakókörnyezet milyen. Felmérést bízzátok szakemberre. Nem leszek népszerű a hasonlatommal, de attól függetlenül igaz. Be tudod tanítani egy majmot arra, hogy egy recept alapján megcsináljon egy süteményt. De amikor a liszt más csomagolású zacskóban lesz, más színe van a robotgépnek, vagy éppen a receptet cserélem ki, akkor a majom maximum kogyfaszt valamit, de abból nem sül ki semmi jó. Minden épület más és más. Mások a receptek, mások a hozzávalók. Én értem, hogy a tanácsadásért fizetni kell, de autót is úgy vásároltam, hogy vittem magammal egy szakembert, mert nem értek hozzá.
annak ellenére, hogy a Totálkárt olvasom minden nap. Visszakanyarodva a vásárláshoz. Megtekintés előtt jó lenne látni a terveket és a műszaki leírást. Ezt a helyszíni tapasztalatokkal összevetve lehet érdekes dolgokat látni. Vagy a tervek szarok eleve, vagy a kivitelező csinálta másképp, ritka esetben van az, hogy minden stimmel. Van, amikor eleve már ezek alapján azt mondom, hogy meg se nézzük, annyira szar az egész. Ezekről a tipikus hibákról lesz majd még videó. Mivel az ingatlan eladásra épül, ezért annak építése e-napló köteles. Ez azt jelenti, hogy a munkákat napi szinten kellene vezetni benne, fotókkal, felelős műszaki vezetői nyilatkozatokkal. Ezt a legtöbb esetben nehezen adják oda, viszont komoly vételi szándék esetén ezt is szükséges lenne látni. Ugyanis például az alapozás mélysége, vasalása, födénvasalás és a hasonló szerkezetek kivitelezési minősége nem derül ki másból, még számomra sem. Szóval legkésőbb az adásvételi szerződés mellékleteként ezt be kell csatolni. Sok esetben előfordul, hogy a kivitelező normális, és ezt a naplót elküldi PDF-ben, így a helyszíni szemle előtt ezt is át lehet bogarászni. Alapdolog, hogy az építés közben készülnek fotók tucat számra már az első kapavágástól. Amikor a legutolsó segédmunkásnál is okostelefon található, a nem készültek fotók egy ordas nagy baromság. De mégis miért mondhatják ezt? Mert a félkész épületekről készült fotók alapján egy hozzáértő nagyon sok mindent lát, sok mindenre fény derül. Amikor ezek már el vannak vakolva, el vannak takarva, akkor egy részük már titkolható. Egy dolgot ne felejtsetek, mindig lesz olyan hülye, aki megveszi helyettetek a legszarabb kivitelezésű épületet is, azaz ha nagyon kötekedtek, el lesztek hajtva. Mi tehát a teendő? Ha nem kapsz meg minden dokumentációt, fényképet és szemrevételezési lehetőséget, akkor ott kell hagyni. Különben te vagy az a hülye, akiről az imént beszéltem. Szót kell ejtenünk még egy fontos dologról. Manapság mindenki építési vállalkozó lett, elképesztő számú építőipari vállalkozás alakult az utóbbi hónapokban. Mondanom se kell, hogy nem ennyi szakember települt haza hirtelen. Jó részüknek korábban semmi köze nem volt az építőiparhoz, csak a jó pénzt látják az egészben. A szakikból eddig is hiány volt, most tovább osztódott a szaktudás, a megfelelő minőségű munka lehetősége, és ezáltal az igény egyáltalán erre. Röviden, felhígított szakembermennyiség, a sok jól van az úgy megoldás, minél olcsóbb kivitelezés. Tipikusan szarból várat építeni. Azzal a pusszadalékkal, hogy a vállalkozó nagy valószínűséggel bedönti a cégét pár épület építése után, tehát a garanciális munkákat bebukod. Ezért nagyon fontos olyan vállalkozótól vásárolni új házat, aki évek óta a piacon van, lehetőleg ugyanazzal a céggel. Új cég is lehet normális, de akkor az építés is legyen megfelelően dokumentált és átlátható. Ne legyetek hülyék, még mindig jobb pityeregni pár napig az összetört álmokért, mint évekig pereskedni és küzdeni az igazatokért. Miben tudok segíteni? Átnézem a dokumentációt előzetesen vagy utólag, átnézem az épületet a helyszínen. Javaslatokat adok az esetleges hibák kijavítására, illetve megbecsülöm azoknak a költségeit. A kapott információk alapján a döntés már a ti kezetekben lesz. Mi történik, ha megveszed az ingatlant? Beköltözöl és élvezed. Az adásvételi szerződésben jó, ha szerepel az egyéves garanciális bejárás kötelezettsége. Itt lehet összegezni az addigi tapasztalatokat, kérni javításokat, vagy kérdezni dolgokat. A vállalkozót jogszabály szerinti garanciális és szavatossági előírások terhelik jó pár évig. Hidd el, ha valami jól van megépítve, akkor nem lesz vele gond. Csak legyen minden jól megcsinálva. Érdemes feliratkozni a csatornára, követni Instagramon, csatlakozni hozzánk a Facebookon, és olvasni a blogot. Nem ígérek mást, mint építőipari tanácsokat, kicsit szabadszájúan, de nagyon érthetően. Sziasztok!